Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, hogy hogyan lehet aktív fiatalként tenni a közjóért manapság. Erről értekezett több nemzet fiatal képviselője Vietnámban. A témával kapcsolatosan vendégem Varga Kitti, a Mustárház nemzetközi koordinátora, remélem jól mondtam, valamint itt van Pap Nikoletta is, aki önkénteskedik a Mustárházban, és hát fiatalként ugye te is részt vettél Kitték mellett ebben a delegációban, a magyar delegációban. Meséljetek az élményeitekről, mert biztos vagyok, hogy kultúrsokkot kaptatok, bár Kitti már nem, mert már voltál Vietnámban, és erről szóltunk korábban a Weekendben. Milyen volt ez a kiutazás, és egyáltalán milyen program keretén belül létesülhetett ez az egész? Hát, jó nagy kiruccanás! Így van, ez egy egyhetes kiruccanás, kirándulás volt, meg hát persze nem csak kirándulás, mert hogy ugye szakmai része is volt a programnak. Erről már korábban beszéltünk, hogy milyen program keretein belül is valósult meg ez az utazás, ugyanis ez egy Európai Uniós Erasmus Plus-os program, brüsszeli finanszírozással és 2 éves projektről van szó. Európa és Ázsia közötti hídépítés, ifjúsági alapoknak a lefektetése, illetve különböző jó ötleteknek a cseréje. Ilyen nagyszabású projektre vagy utazásra most volt először példa, ugyanis eddig csak ilyen 6 fővel utaztunk ki Vietnámba, és ugye ők is jártak már itt nálunk Magyarországon. Most 18 fővel valósítottuk meg ezt az ifjúsági cserét, és ebből 12-en utaztunk Romániából és Magyarországról. Én így a szakmai részéről beszélnék röviden, és akkor majd Niki el fogja mondani ugye az élményszerű részeket, ugyanis neki ez újdonság volt még. A szakmai rész persze nem feltétlenül azt jelenti, hogy most ilyen nyers adatokat zúdítasz a nézőkre, hanem tényleg azt, hogy így felkonferáltam a beszélgetés, hogy egyáltalán mit is jelent ez, meg miért is fontos ez az egész párbeszéd a különböző nemzetek és különböző országokban élő fiatalok között. Szerintem fontos ez a párbeszéd olyan szempontból, hogy különböző ötleteket tudunk egymástól venni, és nyilván nem ugyanúgy leképezni ezeket a dolgokat, de azért mégiscsak ötlet szinten. És aztán meglátjuk, hogy mi az, amit ebből meg tudunk valósítani. Mondj egy példát csak, hogy kézzelfoghatóbb legyen ez a dolog, mert ugye a legtöbb ilyen projektnél így mindenki azt mondja, jó, elmentek Vietnámba, ott voltak pár napot, buliztak, és körülbelül ennyi, és akkor a különböző nemzeteknek a fiataljai találkoztak, élményt szereztek. Mi az, amire jutottatok? Mi az, amire nagyobb hangsúlyt kell fektetni? Vagy akár már el is indítottátok a folyamatokat? Szerintem így a kis játékos feladatok, beszélgetések, csoportmunkák alkalmával igyekeztük ugye ezeket ilyen kötetlenebbíteni, tehát nem ilyen frontális előadásokra kell gondolni, hanem ilyen nem formális játékos elemekre, csapatösszerázásra. Szerintem, amit mi a vietnami fiataloktól, illetve a mi fiataljaink mindenképpen tanulhatnak, az az önkéntességnek a magas szintű művelése. Alapból a kultúrájukból is fakad ez az önzetlenség, a másokon való segítés, hogy tegyünk jót. Ez szerintem a mi fiataljaink mindenképp átvehetik. Amit pedig ők átvehetnek az európai fiataloktól, az pedig maga az, hogy az ifjúság itt hogyan aktív a társadalomban, milyen programokon vesz részt, milyen kis önszerveződések, szakkörök, csoportok, kis társulások vannak. Szóval igazából oda-vissza szerintem lehet ilyen kis. Akkor tényleg fontos volt ez a találkozó, tehát szakmailag is indokolt volt ez a dolog. Niki, neked milyen élmény volt megérkezni Vietnámba, eleve ott a vietnámiakkal találkozni, mennyire látod őket másnak, mint mondjuk minket, magyarokat? Másnak nem látom őket. Hozzá kell tenni, hogy én szerelmese vagyok a keleti kultúráknak, szóval nekem ez külön felüdülés volt, hogy én eljutottam Ázsiába eleve, már csak az. És igen, szóval nem fedeztem fel semmiféle különbséget. Nyilván máshogy néznek ki, mi is máshogy nézünk ki. Ott minket néztek furcsán az utcán. Meg mindenkit. Igen, itthon mi nézzük őket furcsán. Nem tudom, hogy melyik programrész tetszett esetleg neked a legjobban, vagy melyik városrész, hiszen erről is beszélhetünk. Hát városrészt, nagyrészt mi ugyanabban a városrészben mozogtunk, az óváros és a belváros környékén, gyalog nyilván, ami elérhető volt. Ami legjobban tetszett, hát nyilván a halongöböl, hát az valami csodálatos.
Szóval aki egy élet... És bólogat. Igen, aki eljut oda, az soha nem felejti el az életébe, abban biztos vagyok. Ráadásul ott megnéztünk kétféle barlangot is, meg hajókáztunk, egy halászfalut megnéztünk, ott sok minden történt. Hát ezen kívül pedig, ami nekem nagyon nagy élmény volt, ez az irodalom temploma, ez egy buddhista templom, az egyik első templom Vietnámban, és hát az a keleti kultúra bölcsője, úgyhogy én ezt rettenetesen élveztem. Kitty azt mondta, hogy sokkal önzetlenebbek az ázsiai fiatalok, hogy nagyon sok önkéntes munkában részt vesznek. Ti értekeztetek erről? Tehát fiatalokkal, hogy ki milyen önkéntes munkát végez, vagy mi az, ami esetleg még neked is tetszene ott? Amiről beszélgettünk, vagyis hát amit ők említettek, az volt, hogy ők például ilyen kis apróságokat csinálnak, hogy limonádét árulnak, és a bevétellel támogatják vagy a saját iskolájukat, vagy felajánlják különböző szervezeteknek. Ezen kívül takarítás, különféle iskolatakarítás, stb. Bennálok az szinte ilyen hagyomány szinten működik. És ilyen kis apróságokkal, vagy ilyen kis apróságokban vesznek részt. Nálunk meg legalábbis amit mi végzünk, az inkább ez a rendezvények szervezése, az ifjúság számára ott segítkezünk, illetve akár magát a rendezvényt is mi csináljuk, kis koncertek, stb. Visszavágytok oda? Lesz még ennek folytatása, ennek a projektnek, vagy akár tovább gondolása? Igen, folytatása mindenképp, hiszen a két évből igazából ilyen jó egy év, ami a hátunk mögött van, tehát olyan félúton járunk még igazából. Ez az események számában is megmutatkozik, ugyanis 12 eseményből már 6 az, ami megvalósult. Mentek még Vietnámba? Igen, igen, terve hát van. Jó hír Fruzsinak, Nikinek is. Úgyhogy azért van még mit tenni. Hát szerintem mindenki nagyon várja a folytatást, mert hogy eddig is nagyon jó dolgokat sikerült megtudnunk, és hát szerintem tartogat még sok újdonságot a jövő, legalábbis reméljük. Hát meg az, hogy mennyire sikeres ez az együttműködés, vagy az együtt gondolkodás, az ugye évekkel később fog tényleg megmutatkozni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És köszönjük szépen. Én pedig arra kérlek titeket, hogy maradjatok még egy kicsit itt velünk, hiszen a VMKK-ban egy új kiállítás nyílt meg, Tiszai Nagy Menyhért 2012-ben elhunyt festőművész alkotásait tekinthetik meg. Ahogy már említettem, a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban egy kis ízelítő következik most itt a Weekendben. Tiszai Nagy Menyhért 1944. május 3-án született Zemplénagárdon. Többek között Király Helmec, Nagykapos és Prága után került Kisgéresre, ahol református lelkészként és festőművészként tevékenykedett, emlékezett a művészre Fejes Viktória. Maracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnöke hozzátette az író-költőként is ismert Tiszai Nagy Menyhért az 1990-es években szeretett bele a beregi vidékbe. Sokáig Aranyosapátiban élt és alkotott. Az Élet képen és írásban című nyíregyházi tárlat megnyitón Dani Attila, tárogató művész, valamint a Csaronda férfi kórus is méltatta a művészt. Korábban még életében volt egy kiállítása itt a művelődési központban, ez körülbelül 10 éve volt, akkor is a Csaronda férfi kórus volt a vendég, és akkor egy nagyon jó barátja, aki sajnos már szintén nincs közöttünk, Király Béla Csaroda polgármestere volt, aki ezt megszervezte. Én akkor Csarodán dolgoztam, ott ismerkedtem meg Menyussal, mert én ugye csak így ismerem őt, és én úgy gondoltam, hogy mindenképpen jó lenne ezt a hagyományt folytatni, és amellett, hogy Vásárosnaményban, Beregdarócon, Csarodán van lényegében állandó kiállítása, szerettem volna, hogyha újra itt Nyíregyházán legalább a 10 éves évfordulón, akkor újra el tudnánk hozni őt, és meg tudnánk mutatni őt a nagy közönségnek. Tiszai Nagy Menyhért egy nagyon érdekes ember volt, és egy nagyon jó ember volt, aki ahogy a meghívón is fogalmazta nagyon szépen, hogy azt mondta egyszer, hogy ha valaki nagyon szükségemet érezné, akkor megtalál, akkor is, ha már nem lennék, és talán még többet is talál belőlem, mint ami voltam. Na hát, ez pontosan ő volt, hiszen úgy élt el az életét, ő egyébként egy felvidéki származású református lelkész, aki emellett író, költő, festőművész, lényegében egy polihisztorról van szó, aki egész életét úgy szent
tisztelete Istennek, hogy az emberek között élte a mindennapjait, és ez az élte, ez valóban nagy betűvel jelenti az élést, és rengeteget hagyott maga után az utókorra, és ezt a hagyatékot igyekszünk ápolni, és szeretnénk megmutatni ezt a nagyvilágnak. Barátom is volt ő nekem, nagyon jó barátom volt, és beleszeretett a Berekbe, és most Berekben Csarodán van eltemetve, és tehát ahhoz képest, hogy felvidéki származású, Aranyosapátiban élt, és most pedig Csarodában eltemetve, tehát látszik az a kötődés, ami a Beregi tájhoz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez is őt kötötte élete során. A tárlat január 4-éig tekinthető meg a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ földszinti kiállítótermében. Bemutatták a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle idei 4. számát, a kiadványt a folyóirat 50. születésnapi alkalmából rendezett ünnepségen Karádi Zsolt főszerkesztő ajánlotta az olvasó közönségnek, most pedig önöknek. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle most ünnepli folyóirattá válásának, azaz negyedévenként megjelenő folyóirattá válásának 50. évfordulóját. Ez egy nagy időtartam, ha arra gondolunk, hogy hány ezer oldal terjedelemben jelent meg a Szemle. Pillanatnyilag az a szerkesztőség, amelyben én is dolgozom, amelynek főszerkesztője vagyok 2012 óta, az a szerkesztőség úgy gondolja, hogy megkívánta tartani a Szemle korábbi hagyományait, amelyek között elsősorban a megyének, a városnak, a régiónak szellemi értékeit kívánja felmutatni, de úgy gondolta a szerkesztőség, hogy némileg nyitni is próbál, és nem csak azokat a témákat viszi tovább, amelyeket örököltünk elődeinktől, akár saját magunktól a korábbi esztendőkben, hanem nyitunk a színházművészet, a zene felé, a képzőművészet irányába is. Elsősorban az a szándékunk, hogy olyan szerzőket mutassunk be, akik szakmájuknak jeles alkotói, akik kiváló íráskészséggel rendelkeznek, és helyet próbálunk adni kortól és nemtől függetlenül a fiatal szerzőknek, épp úgy, mint a már kevésbé fiatal szerzőknek. Úgy gondoljuk, hogy elsődlegesen az a cél, hogy jól megírt, tudományos folyóirathoz méltó módon megírt cikkeket tehessünk közzé. A Szemle idei 4. számát a folyóirat 50. születésnapi alkalmából rendezett ünnepségen mutatták be. Annyiban próbáltuk tematizálni, hogy a folyóirat jelen száma elején van néhány szöveg, néhány tanulmány, amely éppen az 50-es évforduló kapcsán szemletörténeti cikkeket tartalmaz. De nem csak a folyóirat korábbi számainak történetéről beszélünk, hanem úgy, mint az előző számokban is, közlünk interjúkat, közlünk szépirodalmi alkotásokat, közlünk történeti tanulmányokat, sőt, úgy gondolom, hogy ez a szám most rendkívül érdekesen alakult, mert közlünk régészeti tanulmányt is, és közlünk természetesen könyvrecenziókat olyan könyvekről, amelyek itt a megyében jelentek meg. A jubileumi rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a friss kiadvány átfogó képet ad az elmúlt évtizedekről, miközben új témákkal ismerteti olvasóit. Valószínűleg a történelmi érdeklődésemnek köszönhetően nagyon érdekes volt az Állami Egyházügyi Hivatal visel dolgairól szóló tanulmány, illetve egy recenzió, amely hát számomra különösképpen büszkeségek okozó középkori templomok útja legújabb kötetéről szólt, és hát nagyon méltató hangon szólt erről a kiadványról. Ez nekem igazán a szívem csücske, úgyhogy örömmel láttam a recenziót is a lapban. A megyei önkormányzat jogelődje volt az alapítója a szabolcs-szatmári, akkor még Szemlének. 50 év az egy emberöltő, sőt talán annál több gazdag múltja van a folyóiratnak, nagynevű elődei, mármint a főszerkesztői székben is, és a megye szellemi életét átfogó szerzőgárdája, tehát ilyen értelemben egy teljes metszetet ad, keresztmetszetet ad az elmúlt 50 évről. Nagyon nagy dolog volt akkor, hogy egy vidéki folyóirat Szabolcs-Szatmár-Beregi, akkor még Szabolcs-Szatmár megyében indulhatott, és úgy gondolom, hogy ez a folyóirat beteljesítette a hivatását.
A megyei önkormányzat változatlanul fenntartóként, lapalapítóként a folyóirat mögött van, és anyagi eszközeivel is támogatja, hogy a következő év is ugyanolyan sikeres legyen, mint az elmúlt 50 év. A jubileumi ünnepségen érdeklődők, szemleolvasók és a folyóiratban publikálók is részt vettek. A szemlét én már több mint 25 éve ismerem, forgatom, szakmámból adódóan is, mivel könyvtáros vagyok, és publikálok is alapba. Egy nagyon tartalmas, színvonalas folyóiratnak tartom ezt a lapot, és érdemes forgatni mindenkinek, ezt ajánlom. A Szabolcs-Szatmár Beregi szemle többek között a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban is elérhető. December 25-e péntek van, hamarosan itt a szilveszter, és manapság azért a 21. században mindig csak a buli jut erről a napról eszünkbe, rosszul szerintem, mert hogy olyan finom étkeket lehet készíteni szilveszterkor, erről beszélgetek vendégemmel, Tótné Medved Zsuzsával, aki a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség régió elnöke. Szervusz, Zsuzsa! Szervusz, köszöntöm szeretettel a nézőket! Azt mondtad nekem pár pillanattal ezelőtt, mikor még a bejátszás ment, hogy ne feltétlen csak az ételekről beszélgessünk már, hanem magáról a szilveszterről, esetleg hagyományokról. Mi az, amivel kedveskednél a nézőknek, vagy éppen nekem is, amit esetleg nem nagyon hallottunk még, halljunk akkor ezekről a dolgokról. Igazából azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy valahogy együtt kell kezelni a szilvesztert és az új évet. Nyilván az természetesen adott mindenkinek, mert hogy a szilveszter este az új évnek az előestéje. És miért a népszokások szerint, illetve a babona szerint, miért van ez a nagy vigasság, meg miért van ez a nagy boldogság, meg minden szilveszter éjszaka, illetve miért van viszonylag nagyobb nyugalom az elseje napján? Azért, mert hogy a szilveszter arról szól, azt tartja a néphagyomány, hogyha a szilveszterkor jókedvel, vidámsággal töltjük az időt el, akkor ez lesz jellemző az egész új esztendőre. Ez a vidámság, ez megnyilvánulhat abba, hogy egy baráti társaságban vagy, megnyilvánulhat abba, hogy jókedvel, vidámkodva töltöd az időt, megnyilvánulhat abba, hogy mindenféle finom ételeket fogsz megkóstolni. Hát a finom étel, és ha szilveszter, akkor nekem egyből a lencse jut eszembe, akár leves, akár főzelék formájában, de lehet, hogy többféle ételt is lehet készíteni lencséből. Én ezt a kettőt tudom és sajátítottam már el. A lencse az tényleg ilyen elengedhetetlen kelléke és étke a szilveszternek, jól gondolom? Hogyha a szilveszterről beszélünk, akkor nem csak a lencsére kell gondolni. Na. Ugye azt mondtam, hogy azért kell a szilveszter estét vigalomba tölteni, hogy olyan legyen az egész következő évünk. Akkor bőségesen kell ennünk. Tehát is, hogy az nem biztos, legyen? Hogy bőségesen, de vannak olyan ételek, ami kimondottan szerencsét hozó étel, meg van olyan étel, mint mondjuk a lencse is, illetve a hüvelyesek, az is szintén a bőséget jelképezi. Vagy van olyan, hogy például a zöld színű ételek is, azok is a pénzre emlékeztető, és az is a bőséget mutatja. De én azt gondolom, hogy milyen szerencsehozó étel lehet. Ugye azt mondjuk mindig, hogy szilveszter, az nem maradhat el szilveszteri malac sült nélkül. És miért a malac sült? Ugye ezt mindenki tudja, te és meg a nézők, és mindenki tudja, hogy a malac az ugye kitúrja a szerencsénket, és ezért kell. Na de a szilveszteri ételek között nem nagyon sikeres például egy rántott hús, tehát kimondottan azokat az részeket kell felhasználni, vagy illik ilyenkor felhasználni, ami az ilyen selejtesebb, úgymond történet, de nagyon sokan szeretik, meg szeretjük, mondjuk a malacnak az orra, vagy a malacnak, a disznónak a farka, vagy a füle, vagy a csülök. És hogyha már erről beszélünk, akkor ragyogóan összeállt egy jó kis kocsonyának is az alapanyaga. Szárnyasokat pedig nem illik, vagy nem szerencsés ilyenkor fogyasztani. Erre is van egy hiedelem. Igen, de tudod-e azt, hogy miért nem? Azért nem természetesen, mert ugye az elkaparja a szerencsénket. Na de nem csak a csirkéről van szó, hanem a pulykáról, és pulykát miért ne együnk? Na, azt miért? Azért ne együnk pulykát, mert még akkor méreg és harag is fog következni a következő évben. Nem tudtam. Méreg és haja következik a következő évben. Vannak olyan vidékek, ahol ugye vízpart mellett, folyó mellett élnek, és itt is megosztódik a dolog, mert aki ezen a területen él, az azt mondja, hogy mindenféleképpen szilveszterkor kell halat enni.
És akkor azt mondja, hogy hát a pikkely, ugye az a bőség, az a sokasság, az a pénzt jelképezi. Na de... Van a másik csoport. Van a másik csoport, aki pedig azt mondja, hogy át szó se lett róla, mert akkor elúszik a szerencsénk, és akkor van egy olyan variáció is, hogy ha egész halat teszünk, akkor hátulról a farkától kell elkezdeni a halat. Tehát mindenki a saját kedvére alakíthatja ezeket a dolgokat. És miért kell akkor a nagy, honnan származik egyáltalán az, hogy petárdázunk szilveszterkor, honnan származik az, hogy nagy hangzavart csapjunk? Hát régen a gonosz szellemeket, a rosszaságot űzték el mindenféle kereplőkkel ezzel-azzal, és akkor innen következett az, hogy petárdázunk szilveszterkor. Hát szinte ugye a telet is így búcsúztatjuk, igen, hogy ott is a kereplőket ugye használják, és hangoskodunk. Farsankor ugye mulatozunk, itt is valahol ezt érzem, hogy el kell kicsit búcsúztatni a 2015-ös évet, hamarosan itt a 2016-os esztendő, és tényleg hát finomabbnál finomabb étkeket lehet enni. Én azt mondom, hogy a malac sült az semmiféleképpen, tehát nálunk nem maradhat ki a malac sült szilveszterkor. Tehát hogyan egyszerű, mert nekem például, meg szerintem édesanyámnak és a nézők többségének, nem hiszem, hogy hatalmas kemencéje lenne otthon, vagy éppen hatalmas udvar, ahol lehet ott tekergetni, forgatni a kis malacot. Hogyan érdemes elkészíteni? Mit javasolsz? Igazából a malacnak a befűszerezése nagyon sok múlik, a malachúsnak. Hát általában azt szokták mondani, hogy 3-5 kilós malac, de azért ezt már megkérdőjelezzük, hogy egy hagyományos gáztepsibe ez mennyi fér, mennyire fér be. Egyszerre nagy valószínűséggel nem fér be, hanem úgy, hogy a tepsi megosztva, és akkor a fele félbevágva keresztbe, és az egyik fele meg a másik fele. Előtte mindenféleképpen be kell fűszerezni, és hogyha jó alaposan befűszereződik sóbors, fokhagyma, majoránna, számomra majoránna az, ami meghatározó íze a malacsültnek, és utána pedig sörbe mártogatott füstölt szalonnával locsolgatjuk, akkor nagyon nagy probléma nem történhet vele, feltéve, hogyha a fülét betekertük egy kis papírral, meg a farkát is, mert hogy meg ne fagyjon, mit akarok mondani? Meg ne égjen. Meg ne égjen, és a száját is ki kell nyitni, hogy majd a későbbi citromot vagy lóherét bele tudjuk tenni. A fagyás tenni. Is okozhat égési sérüléseket, ezt akartam mondani. Igen. A lencsét amúgy tényleg általában Magyarországon így szokták fogyasztani, ahogy említettem pár perccel ezelőtt, leves meg főzelék. Igen, leves meg főzelék, de nagyon sok olyanféle formáció van, hogy saláták itt szoktak készíteni. A lencse fogyasztásánál, illetve ezeknek a hüvelyeseknek a fogyasztásánál a babona azt mondja, hogy január 1-én ez legyen az első étel, amit fogyasztunk. Ez lehet egy jó lencseleves, a lencselevesnek is egy újabb formátum az, hogy egy sajtkockával, gyorsan megpirított sajtkockával, sajtkocka betéttel adjuk a lencselevest, és hogyha egy kicsit egészségesebben akarunk táplálkozni, akkor nem rántással fogjuk besűríteni, hanem a saját anyagát fogjuk bepasszírozni, és akkor már tettünk valamit saját magunkért. Nagyon sok hasznos anyagot tartalmaz egyébként a lencse, mert az eszenciális aminosavakat, amit a szervezet nem tud ugye előállítani, ez mind-mind benne van, úgyhogy előszeretettel ajánlom mindenkinek a fogyasztását. Rengeteg nem csak a gazdagság miatt, hanem mert egészséges. És pont ezt akartam mondani, rengeteg érdekes dolgot és hasznos tanácsot hallhattunk tőled. Én köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ha már lencsefőzelék, ugye hát elmaradhatatlan legalábbis a mi családunkba a virsli. Erre már nem lesz idő sajnos, majd egy év múlva beszélgetünk erről. Tényleg köszönöm, hogy itt voltál, és maradj még velünk, mert képzeld, van egy nyereményjátékunk. Ezt a csodálatos gyertyatartót lehet tőlünk megnyerni. Múlt héten a kreatív műhelyben az egyik kollégánk, Barta Bence készítette ezt a kis alkalmatosságot. Tényleg ezt meg lehet tőlünk nyerni. megfejtés@kukackölcseitv.hu, illetve van egy telefonszámunk is, erre várjuk az SMS-eket, tippeket. Na de hogy mi a kérdés? Hát a kérdésem egyszerű, hiszen már majd, hogy nem elárultam a választ. Mi a barkácsolós műsorblokkunk címe? Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva, azaz január 1-én találkozunk a viszontlátásra.